Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Gelencsér János, Magyar Cimbalomjáték Stílusok a Kárpát-medencében című tanári mesterképzésének záró vizsgakoncertjén. A koncerten a magyar cimbalomjáték különböző stílusait mutatja be a Felvidéktől Erdélyig. Elsőként Szatmárból, a felső Tiszavidékről hallhatnak friss csárdást, verbunkot, oláhost, csárdást és friss csárdást. Az összeállításban a Kismagyarországra jellemző kísérő játékmód, majd a második, gömöri számban a két cimbalom egymást kiegészítő, kísérő, illetve szólisztikus játékmódja lesz hallható. Fogadják szeretettel! Thank you.
a következőkben erdélyi, ezen belül is Kisszamos melléki, Boncidai Ritka és Sűrű magyart hallhatnak, Szankó Károly cimbalmos szólisztikus játékából válogatva, majd a zenekarban használt kísérő, akkordizáló játékmód jelenik meg a lassú, csárdás és sűrű csárdás dallamokon keresztül. Thank you.
távolabb kerülünk a kismagyarországi területtől, a címban most szerepe is változik. Az akkordizáló kíséretet teljesen felváltja a szólisztikus játékmód. A Sóvidék egyik legismertebb és ikonikus bandája a Paradica Mihály vezette Felső Sófalvi zenekar. Hangzásában a hegedű és a cimbalom adta a dallamjátékot, a két hangszer kiegészítette egymást. A vattázott, puha verőt felváltja az úgynevezett csóréverő, ezzel egy kemény, ritmikus hangzást biztosítva, segítve a hegedű játékot. A következő Felső Sófalvi összeállításban a hegedű és a cimbalom régies játékmódját figyelhetjük meg. Asztali nóta, jártató, szöktető és maros széki következik Udvarhelyből, Felső Sófalváról. Thank you.
kérésképpen hallgassanak meg egy felsőmaros menti összeállítást, melyben elsőként Magyar Péter lakijártatót, korcsost és szöktetőt hallatnak Buta Szép József játéka alapján. Ezt követően Vajda Szent Iványi muzsikával búcsúzunk, melyben Verbunk, Sebesforduló, Lassú csárdás, Korcsos és Cigánycsárdás szólal meg, de előtte szeretném bemutatni a koncert közreműködőit. Rúz Dénes hegedű, Rúz Szabolcs hegedű és brácsa, Deák Olom Dávid klarinét és harmonika, Gelencsér János brácsa, Szabó István nagybőgő, Balogh Kálmán cimbalom, ifjú Gelencsér János cimbalom, a Fekete Borbála voltam. Köszönjük szépen!